Na hát, szevasztok srácok, jó estét kívánok! Maci úr, ezer meg egy év után, hello, hello! Üdv mindenkinek, hát ez nekem egy ilyen, nem azt mondom, hogy tűzkeresség, mert valamikor, valahogyan, valamiért tettem ebbe a játékban 40 órát, 47-et. És aztán abban is maradt egyébként, ugye Roli bácsi valamikor én építettünk benne egy visszajövőbe jelenetet. De ennyiben kiismerült, tehát a játékról túl sokat nem tudok egyébként. Szevasztok srácok, üdv még egyszer! Ez a Minecraftnak a Bedrock verziója. És hát megmondom őszintén, nem igazán van róla fingom, hogy itt milyen újszem kéne csinálni, illetve hogy hogyan, úgyhogy egyelőre ezeket csórikáltam össze a falvakból. Bocsánat, van itt egy falu, ugye? Úgyhogy halvány lila fingom nincs, hogy ezt hogyan kéne abszolválni ezt a részt. Azt mondja, hogy nyírfa deszka kéne nekem. Istenem. Jó, ebből nagyon nagy baj lesz, gyerekek. Én bemegyek ebbe a faszerdőbe ezzel a játékkal, mert itt mindenki, és nagyon sokan ugye nagyon jól játsszák ezt a gémet, és szinte már illik tudni azt, hogy azért nem dobja fel az algoritmus egyébként, Maci úr, mert nem is streameltem mostanában, csak a Twitch-en, úgyhogy ezt mindenféleképpen szerettem volna egyébként streamelni a YouTube-on is, mert szerintem YouTube-on nagyobbat megy az ilyen. Jó, van, akkor ez is megvan. Úgyhogy lehet, hogy itt kéne valamit kitalálni. Itt a falu közelében. Egy kis placot megtisztítani, aztán akkor vacoljon. Jaj! Jaj, meghalok! Föl kéne életni. Jaj, nem akarok meghalni, nem akarok! Azt tudom, hogy ennek a mukinak a szemében nem szabad belenézni, mert különben akkor baszhatom. Ott van a... Hát itt elvileg el kéne kezdenem egyébként hílelni. Én úgy emlékszem, hogy ez ilyen, hogy itt nem hílelünk. Az a kis íjászok, hát hogy verje bele. Azt mondom megcsinálni, hogy ez egyik ilyen falusi kunyhóba, hát ha üresen van az ágy, és akkor átalszom gyorsan az éjszakát, és akkor hát ha lesz, így jobb lesz. Ne már! Ne már! Szia, Debi bácsi! Mm.
Én nem, nem akarok, én csak nem akarok meghalni. Bottal lehet hadakozni? Van annak valami ereje? Itt volt a sok... Jaj! Pok! A bakker! Hú, kiszedtem az embert és tudok aludni. Oké. Oké, oké. Köszi, köszi. És ugye Minecraftnak én a Windowsos verziójával játszom. Nekem megvan ez a T-Launcher is, de gyerekek, nekem halvány lila fingom nincs róla, hogy hogyan kéne azt bemodolni, mert megmondom őszintén, hogy én szeretnék inkább tényleg csak az alapjátékkal foglalkozni. És annyi lenne a lényeg számomra, hogy ne legyen már ilyen retek grafika, ha egy mód van rá. És egy jó kis shadert rá kéne pakolni, és akkor oké lenne. Hú, de hangok vannak itt. Azt mondja, hogy... Amúgy a mechanikájáról sem nagyon tudok sokat szóval. Bazd még! Én csak nem akarok meghalni. Hát én azt én értem, debib. Jaj! Ott is van a zombó. Azt én... Jaj, az igen. Azt én értem, debil bácsi, hogy ott is vannak. Hiába eszek, nem hílelek tőle. Az a baj. Ez nem olyan főző állvány. Opa. Ez jól lenne megfogni egyébként. Csak ha fullos a kajám, akkor hílelek. Oké. Hát a kertekből kéne ajánlni valamit. Hát az lesz. Szevasz, Gabi! A raytracing-es Minecraft, amúgy kipróbáltam a Neont, szia Szirax, jó estét kívánok! Kipróbáltam a Neont, az RTX-es történetet. A lényeg annyi, annó, mikor megjelent ugye a 2080 meg a 2080 Ti, srácok, kb. Nem sokkal később. Kösz szépen a követésed! Szia Péter, hello! Nem sokkal utána jött be ugye Minecraftnak az RTX-es verziója, tehát volt egy jó pár pálya, mert jó pár az túlzás, 4-5 pálya, amikor amit RTX-esek voltak, és volt benne 20 FPS, de most ez ugye hál' Istennek annyit fejlődött azóta a technológia, hogy ma kipróbáltam ezt a Neon City-t például, és mindenhol tök jó FPS-en volt, semmi gondom nem volt, nem akadozott, nem genyózott, és mindent fel lehetett húzni maxra. Igazán jól nézett ki ugye a játék, azt kell mondjam. És nem azt mondom, hogy hasonlót szeretnék
hasonló shadereket szeretnék, de nyilván nem ezeket szeretném látni, amik itt vannak, mert amúgy ettől hülyét kapok. És ugye nekem most, hát most leszettem a T-Launchert, abban benne van az a jávás történet, akkor leszettem a mondjátok már, ugye itt ez a Bedrock, meg mit tudom én, nem, rendesen jól működik, tehát tényleg abszolút jól meg van csinálva. Mennyi pók van ott, bejbajsz még? Pedig azt akartam, azt a helyet akartam ottana. Az meg már tüzes is. De gyertek utánom, léci! Nézd meg! Igen. Aludjon ki! Úgy, taka! Jó? És egy... Jó. A napon elég a zombi. Hát begyullad, kigyullad, izé, nem? Jó gyerekek, az életben nem fogom ezt főszedni, ezt a sok szart. Én hallod, én sem emlékszem rá, semmire konkrétan, tényleg hiába van nekem 40 izém. Ja, szeretnék egy barkácsasztalt csinálni, de várjál már, hogy csinálok nyírfadeszkát? Bár elméletek bármiből lehet. Nem ebből kéne összekaparni egy ilyenzét, egy barkács asztalt? Itt van a fa. Amiből lehetne csinálni a sima akácfát, látod? Amit már csináltam egyébként. Hogy ez... Aha, oké. Rönköd, tedd be oda, de csak egy darabot. Ó, hogy ez így? Jó van akkor. Oké. Köszi, köszi. Na látod, az életben nem jöttem volna rá. Abúgy. Tökre nem fogja a kezem a játék igazából. Szén kéne, illetve, aha, szén kéne ahhoz, meg a bot. Ennek is biztos megvan a maga metódusa egyébként. Jó. Azt a hús felejtsd már, bazd meg. Oda tedd el. Jó. Fenyőfa csónak. Régen még a kraftolásokat sem mutatta a game. Már ma egyébként mi a különbség a Bedrock meg a jávás között? Papír.
festmény, térképész asztal. Ez nem biztos, hogy egy figyelj Gabi, hogy ha ennyi minden van benne, akkor igenis kell legyen hozzá egy útmutató azért. Én értem, hogy a felfedezés öröme is benne van, de hát sok embernek lehet, hogy nincs hozzá türelme. Térképnév, térképész asztal. Hú, na majd azt megnézzük, hogy ez mit is tud. Navigációs eszközök. Szia Hans! Akkor maga német? Helyezd papírt az első helyre, hogy elkészítsd a térképet, ha a második helyhez hozzáadsz egy iránytűt, hely meghatározó térképet készíthetsz. Papírt vagy üres térképet hozzáadva kibővítheted, vagy lemásolhatod a térképet. Egyébként srácok, tudnátok nekem úgy mondani egyébként olyan shadereket, amik tényleg ilyen nagyon csinosak, meg itt jól néz ki tőlük a játék. Ezről lehet is fel is tud. Ja, persze, amúgy igen. Javát lehet csak a programozó rengeteg jó kis progit írt hozzá. Aha. Hopp, kéne nekünk egy izé, egy fákja. Nekem, várjál, meg kell néznem, hogy mivel nyitom az itt a receptkönyvet. Benne van az egyáltalán? Benne van az egyáltalán? Persze, ez a gesztus meg az ilyen szarok benne vannak. Mondom. Fehér ágy. Jaj, kéne még hozzá egy apu, és tudnék akkor ezért csinálni. Nem játszottam, hogy valami akcióban volt 220. Ez, amúgy igen, szerintem is. Hoppá! Amúgy azt nem lehet elvitatni, hogy a Minecraft egyébként egy nagyon nagy mérföldkő túlélő játékokban is. Kéne egy... Anyád! Pusztulj már! Hát de bajsz még, ha mekkorát ütött? Meg honnan? Ó, taka. Na itt vannak a fütyik. Pass big. Né! Na most hova faszomba vagyok? Ez
Meghaltam! Ne robbanj nagyot, bassz meg! Jó Istenem! Ez mi? Perec? Póráz! Perec! Jó, itt akkor! Jó Istenem! Nem fogok futni szerintem, mert itt befekszek valakinek az ágyába, azt izé van. Van benne papír. Opjuk szét a helyet. Na. Várjatok, várjatok. Jaj, jó napot! Ebbe sincs ágy. Javítás és bűbályok eltávolítás. Aha. Ah, tessék innen tiplizni. Gyászba el. Na, taka. Ez nem nyitható ablak? Itt lenne még egy Twitch integráció, az mit jelent? Ne már! Aludnék! Szia, Gonszi néni! Mi a tököm ez a faszi? Jó napot, Gólem bácsi! Ez se jó. Ebbe se lehet aludni. Füstölő. Hát Istennek találtam egy ágyat. Adj Isten. Tehát én azt mondanám, hogy itt a falu közelében talán lenne értelme. Itt vannak a morgoncok benni. Hát mindenféleképpen. És azt mondta Sirax, hogy egyet. Na így is jó. Jó. Oké, akkor az meg lehet. És oda menni másik oldalra.
Hú, a vizen járó. Azaz. Szedjük ki ezt az egyet, léci. Úristen, de ne jövő héted. Nem adott semmit. Na, várjál. Hello, szia. Miért nem adta oda a szenet ez a bánat? Ez szén. Csak azért. Na, azt mondja, leteszek egy dobozt. Bazd meg, megrohadt a husi. Hát, ha jó lesz ez. Szén. Mi kell a csákányhoz? Két bot. Aha. Olé! Hát ebből kell egy pár szerintem. Ha csak nem gyorsan izévét csinálom. De teper a csirke. Jó ötlet a kardigen. És a kardigán. De rossz volt ez, elnézést kívánok. Jó. Oké. És akkor az... Hoppácski, és akkor az igaz a játékban, hogyha le van téve a fáki, akkor nem jönnek rá az izék? A zombik. Ezt nem azzal kellett volna kiszedni. Jó. Na, mit tudunk még csinálni? Ó, kőkar plusz 5 támadási szebzész. Kőcsákány. Ja, értem. Répa horgászboton. Na. Most már azért lehetne akár itt... Ja, botot csináljunk még, ha tudunk. Fa kell, nagy uram. Hát így már mindjárt más a helyzet. Ja, a víziló. Hát a vízilovat. Ez teljesen, szerintem teljesen értelemszerű, hogy horgászbot, rajta a répa, akkor vízilovat fogok. Lovak szeretik a répát. És milyen a vízi világ a játékban egyébként?
Na, azt mondja, hogy szeretnék. De a deszkát kell előbb csinálni. Igen. Jó. Na úgy értem, hogy alap esetben, tehát most a full izé mindenféle mod nélkül, mindenféle izék nélkül játszom a játékot. Hopp, na végre, ez kellett nekem. Új Rózi lett, lett fákám, úristen! Hát ez nekem óriási dolog, hogy lett fákám. Én csak shadereket szeretnék egyelőre egyébként a játékba. Ez mi volt? Na, ami kell nekem. Van, egyébként van a bedrockhoz, ugye a piac téren van. Nekem eleve még az izével a... Ha úgy van, akkor a téllancsaresre is simán el vagyok én. Tehát ez számomra nem jelent problémát. Egyébként csak. Olyan videókat találtam a modoláshoz, ami szerintem lehet, hogy már nem biztos, hogy megállja a helyét. Mert változott annyit a játék. De jó, van benne ilyen is. Nem csillogós. Semmi ilyesmi. És ha egyesével tesszük bele. Na mindegy, nem ez a lényeg most. Gonci dolgozik délutános. Kemenszié, júj! Oké. Valakinek dolgozni is kell. Így. Üssed anyám, üssed, amíg lehet. Na sajnáld annyira, utána 4 napot nem megy. Leteszem a kemencét. Csak ebben még nem tudok sütni semmit. Vagy de? Ebből is kijött valamit szerintem.
Amúgy ezt meg lehet oldani, hogy mikor lealt a blokk, akkor ne lépjen ki a szerverről. Nagyon kül. Ebbe lehet a húst és a köveket égetni. Oké. Okay. Jaj, ne! Na most meg leszel baszva! Gyere, Póki! Jaj! Megy idén! Megy idén! Ezt még ezt fel fog robbani! Hát ez jó, ez evidens, debil bácsi. A kurva szádat! Á, mondjuk olyan rosszul nem jártam. Pusztulj, man! Bókszem. Hát jó, na nézd meg ezt a debil urat. És mégis mit tegyek? Lábam ujját, kedves debil bácsi, mondd meg neki. Hát benne van. Ne! Hagyj még! Miért nem tudtok megfulladni, bassz meg? Na jó van, most már csak Legolasz hiányzott. Taka! Nem akarom, hogy átverjetek, bassz meg, én nem bízom bennetek. Gabi, benned főleg. Végre nő a HP, hát azt majd eldönti. Ilyenkor egyébként ez a mérgezés, vagy mi ez a ilyenkor, nem az van, hogy nem agróznak ezek a makeszek, vagy valami? Nincs valami ilyen effektje? Ó, bassz meg, taka. Kar, nyírfacsónak, kőfaragó, tábortűz. Akkor a tábortűzet kiváltja a kemence?
Ja, ah, oké. Úristen az égen. Jaj, pillanat. Elnézést, itt vagyok, bocsánatot kívánok mindenkitől. Na, azt mondja, hogy akkor folytassuk is tovább. Tényleg ilyenkor altabozik egyet az ember, és ma vége. Nem tudom, ez hogyan lehetne kiküszöbölni. A bazd meg, csak imásznék innen amúgy valahogy. Nem tudom, hogy van, vagy miért van ez egyébként tényleg. Ó, benne már! A pókezt is ki kell nyírni. Ezek most akkor mindek pusztulnak, ha éri őket a nap? Már mindegy, Blanka megette. Hát de felhíleltem tőle, miért legyen meg? Ebben van a vitamin, azt mondják.
Anyád? Nagyon tüzes. Nem robbantja be az a creeper egyébként a... Oké, leagrózott. Hát adja a rothadás effektet, de... Azt mondta a Syrax, hogy csak gyorsabban kell lenni. És gyakrabban, bocsánat. Fekete birka. Vagy milyen gyász az? Haló? Csá, Csipi. Szeretnék. Aztán nyers csirkehús, nyers birkahús, nagyon jó, az jó lesz. Ez az angol, ez megeszi a kis testem. Bajsz meg! Itt volt Legolas. Most halok meg. A lehető legrosszabb helyen vagy, bátya. Jó, nem jön ki. Azt mondja, hogy szeretnék. Fehér gyapjú. Nem áll! Mondjuk igazad van. Oké. Gyertya. Méhsejt. Mik vannak? Na kész a húsi. Itt a csirkehús, azt is megsüssük gyorsan. Ez a póráz amúgy a ízékre kell az a saját állatkáimra? Nem azzal van a bajom, hanem nincsen fehér gyapjum. Rasszista a játék. Rasszista az ágy. Mi volt ez a hangbakker? Kőfaragó. Kemancié. Azon gondolkodtam, igen, kéne egy láda. És ha jól tudom, ezeket lehet így izélni, egymásra pakolni. Hogy ez így van? É.
4. Aha, és akkor úgy egyben nyílik a kettő. Ja, és akkor ezt is ide tesszük. Hülye. Így meg nem férek hozzá? Oké, akkor nem olyan hülye. A játék. Na, azt mondja, hogy festmény. Szénből van 26. Hát most csak reménykedem benne egyébként, hogy nem lesz így elkapva a kukacom. Ne! Na, Lajosék jöttek égni. De ki hívott titeket, baszki? Halló? Pirka? Ez meg... Ó, kaptunk ebből bőrt. Oké. Én emlékszem, hogy azért nem akartam ezzel a játékkal játszani. Így ritka ronda. Sajnos. Az ágyat meg tudom csinálni szerintem. Ja most meg mi kéne, nagy uram? Ja, hülye. Hát így persze, hogy nem. Ja. Bot kellene, nagy uram. Ó, persze még. Na, hát Blanka szerintem még más játékkal akkor nem játszottál. Van nagy pár játék. Ja. Oké. Sült csirke. Gyerekek, olyan jó sült csirkét csinálok, hogy besírtok. Na, hát egyi. Ó, oh, hello. Mennyi van nálam? Kettő, még kell egy. Mit ad ez? Ja, bőrt. Meg rohadt húst ad. Hello! Igen, a sejtettem, hogy eléggé agresszív tud lenni. Egyi batyó. Az bepörgött.
Meg az este már megint. Kicsit hosszú az este, bakker. Hopp, itthon vagyunk. Na, azt mondja, hogy elvileg tudok csinálni ágyat. A picsába! Azt a milyen szigonyos genyó ez te! Itt van Poseidon, bazd meg! Mivel meghalok! Hogy jutott ez ki? Hogy? Hát bazd meg! Istenem! Hát de ott volt az ágy, azt már is hát letettem volna az ágyat. Már úgy értem, hogy na érted, hogy hogy értem. Most hol a gyászban lakom? Várjál. Teljesen kiesett a tegnap este. Ott lakom. Tengeri genyó. Jaj, ne! Hol lett volna, úgy veszi fel, hogy én akarom. Ahogy volt. Túl szép lett volna az, hogy igaz legyen. Hozzá fa. Még ott nem tartok. A hegy ura. Még ott nem tartok. Úgy. Opa. Mennyi birka? Azt nem értem, hogy a Pixark miért nem tudott nagyot menni egyébként, mert az is ilyen. Az is ilyen. Éjszaka és viharok zajában tudsz aludni. Oké. Okay. Mimi. Hát a Pixark olyan, mint az Ark, csak Minecraftosítva. Ennyi. Tehát nagyon egy jó kis játék az egyébként. Szia Zoltán. Az jöhet ide, ide, ide.
Nagyon kilukadtam ide, bazd meg. Az a kérdés, hogy itt mennyi víz van még alatta. Hát én sem, Blanka. Bazd meg. Bazd meg! Itt is van víz, mindjárt megnézzük. Az biztos. A kurva, de megijedtem. Ó, oh, no, nem már. Bár, várjál, oda, úgy. Igen, azt akartam egyébként, hogy úgy, ja, akkor, hát, már hogy érted, hogy magam elépíteni. Ez kopper? Az. Abból is lehet csákán csinálni.
Hát de ez a Bedrock Edition, ez eleve szebb, vagy hát máshogy lesz szebb, ne, szebb, igazából mindegyik szerintem szebb, mint a jávás. Gyík ez a hang. Szia Angéla, jó estét kívánok! Jáva, kenyós. Ez is el fog törni, bakker? De van még egy. És te mi vagy? Gránit! Hopp, 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 hopp. Nem érdekes, majd akkor csinál a gránitból. Gránit csákányom lesz. Hát egyelőre egy vasat se tal, egy nincs egy vasam se. Ez itt a probléma. Egyelőre. Diorit. Igen, megnézzük, hogy... Hát csak a izé miatt akarom, és hát ilyen... Hát maradjuk annyiból, hogy azért féltem attól, hogy magam alatt a vizet kiütöm. A vizet kiütöm. Ezt most jól megmondtam. Gyerekek, egyébként valaki magyarázza már meg nekem, hogy... Hogy... miért ilyen hosszú a tavaszi szünet? Hát ez felháborító. Jó napot! Hát a kölykök nálunk izékor mennek suliba. Április 8-án legközelebb. Hát mondom veled, az mi van? Hát a nyári szünet lesz hosszú. Vagy igen, nagy, bocs, rövidebb, mert ugye június 22-én még mennek iskolába. Azt mondja, pillanat. Apa. Jaj, de jó. Azt mondja.
Gondolkodtam rajta, hogy Horizont kéne folytatni egyébként. Igen, ez a Bedrock. Szia teknős Kraft. De hajlok arra, hogy egy télancseres elindítsak, vagy ilyesmit. Esetlegesen csak fingom nincs, hogy hogy kell bemodolni ezt. Mert megmondom őszintén, ettől a grafikától én kiégek, és szeretnék normális kinézetű Minecraftot, ha már elkezdem játszani. Szia, Dani! Hát, vagy valami, nem tudom, az a lényeg, hogy működjön. És úgyhogy ne egy vagyon kelljen ráfizetni, szóval érted. Tele vagyunk, tele vagyunk. Egyéb már egyet. Az igazit. Minecraft launcherre gondolsz? Ja, az megvan nekem. Jézusom, ez egy... Ne. Ezt nem szerettem sose ebbe a játékba. Várjál, nem arra megyünk. Lejjebb kéne menni. Megmondom nektek őszintén, hogy amúgy sztori szintjén érdekel ez a játék, tehát... ugye tudom, hogy a sárkány a papíron a vége a game-nek amúgy eleve egy never ending, de... mégiscsak van egy befejezése. T-Launcherben vannak beépített modok. Aha. Ja, hogy azt, ezt az abdatás történetet. De ezt izét mondta nekem a gonosz bácsi, ez a Curse Forge nevezetű cuccot, hogy esetleg azt kéne beaktiválni, vagy arra az oldalról leszedni a modokat. Közületek, hányan vitte már végig valaki a játékot? Ezt most jól megmondtam. Hányan vittétek végig a játékot? Mármint, hogy legyőztétek a sárkányt. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki mit csinál a játékban utána. Hát te. Lazulit.
25-nél többször. És mi ebben a zseniális? Valaki mondja el nekem, hogy... Hogy mondjam, valaki adja el nekem a játékot. Mi az, ami beszippantja, nem is az a beszippantja, mi az, ami ott tartja a játékost még mondjuk 100 óra múlva is. Hát haverokkal tudsz mással is, tehát a PvP-zni tudsz mással is, igazából. Aj, de nem már, aj, de nem szeretem ezt a bejátékban, minden lófasz fölvesz utána megint. Mi a tökömet ütöttem szét, ami nekem? Aha. Bécs, na végre, jó van akkor. Ausztria. Kenguruk földje. Kreatívban toltam sokat egyhuzamban, akartam digitális órát csinálni, a kijelző része már megvan, de átpártoltam valódi elektronikára. Hát igen. Na. Csak kerültegeltem itt egy kicsit. Egyébként azt mondták, hogy, és én is azt mondanám, hogy, hogy a kreativitást az fejlesztés, jó, hogy a gyerekek mondjuk, ha már játszanak valamivel, akkor inkább ezzel játszanak, én még mindig ezt mondom. Hát, nem is mentem olyan mélyre. Amúgy. A ládából kihúzza a cuccokat ez a muki, nem mi? Hordó. Hát ez most már izé fa kell, nagy uram. Úgy látszik. Milyen elcseszett módon nőnek ezek a fák. Mint egy bármilyen... Amúgy ebben nekem azt tetszik, egyébként tényleg azt csinálsz benne, amit akarsz. Mármint a bedrockosra gondolsz, mert az az eredeti, legalábbis én úgy tudom. De azt hiszem, hogy ahhoz már megkapod a izét is. Megkapod a jávásat is. Várj, csinálj már botot. Amihez kéne. Deszka.
Jó. Andezit. Mind a kettőt a jelvet, és mi a különbség a gyárinál, hát most ezt jól megmondom neked, mi a különbség a gyári, tehát a kettő között? Ugyanazon a rendszeren futtatod. Csalóka, Istenem, mert hát csalni kell ebbe is. Ugye, hát annélkül szard is lehet, csalás nélkül. Bőrzubbony, az ezt igen. Hát amúgy kiírhatná, hogy most akkor mennyi védelmet ad ez? Aj, de rossz, hogy ezt nem csinálja meg. Nemes pluszolja ki nekünk. Jó. Jaj, de jó! Új recept feloldva. Amihez kéne ugye a ezt a tollat is, akkor tegye már ki ide. Tehát húzza már be a ládából a barkács asztalba ez a szar. Ezt nem lehetne? Olyanokat csinálnak, hogy repülés és hogy messzebbre tudnak ütni, meg nem igazilag. Istenem. Vicc. Sicsak felett melvért, kettő nadrág, másfél csizmat felett. Ja, és a térképész asztalhoz kell majd a papír. Ja, papírt is akkor tegyük ki. Ezet is ki kéne égetni, ugye hogy? Rézrúd. És hogyha ilyen realmet, valaki mondjuk ilyen realmet, tehát ezt a világot bérli mondjuk, ugye a 10 főset 2800 forintért a Microsoftnál. Ugye az, annak pont az a lényege, hogy bármikor fel tudjon menni az a mondjuk akárki, aki játszik rajta, hogy ne kelljen hostolgatni. Na de most a kérdés az az, hogy ha én ezt itt hagyom, és fut az a rím, az a szerver, akkor ez így ki is fog égni nekem az a rész. Na érted? Bőr lópáncél. Villámhárító. Hoppá! Ahhoz jó a rész. Na, már ne csináljunk egyet, bakker. Mit tudom én? Ja, értem, tehát üres szerveren nem megy ez, mint mondjuk az Arkban, amit ha az Arknak a mechanikát ismeri valaki, ugye ott nagyjából ez a helyzet, hogy tök mindegy, nem kell futnia a Szerónak ahhoz, hogy menjenek itt a dolgok.
Andezit. Tényleg fémet kéne keresni, mi? Kassa Tibi. Anyád iszik. Ez eltalálta? Hogy lehet ilyen faszul lőni ezzel te? Édes drága jó istenem. Hát ez nagyon gyászos. Hozhattam volna a fákját, na mindegy, most már. Sokan a modding közösséggel rendelkezik, és számos mod és egyéb tartalom letöltésre van lehetőség. Már a Bedrock Edition is támogat néhány kiegészítőt és egyéb módosítást, de ezek nem olyan elterjedtek és általában korlátozottabbak, mint a Java. Aha. Köszi, köszi. Darabos mélypala. Nem sokat láttok mi? Hát én se. Bakker, hányan felfutottak ebből a Minecraftból, te jó isten. Pfú. Ötös szintre. Technős Craft, tudod, mi a, látod, mi a streamnek a címe? Hát ebből a palából már hülyét kapom, bazd meg. Azt hiszem a horgászat olyan a játéknak, mint a Stardew Valley-ről emlékszem. Ugyanaz a mechanika. Thank you.
Na mi ez? Adj Isten! Na, ez a Lava Edition. Visszamegyünk valami fákja féléért, most pába ez még. Roli még annak idén mutatott egy ilyen technikát, hogy nekem megy felugrálgatni mindig. Már nem tudom, melyik az. Szín. Leértem az aljára, úgyhogy találtam volna egy darab vasat is. Basz meg! Azért az erős. Tufa! Tufát is előbb találok, basz meg! Hát ez az jó. Na, lássuk, hogy meghalok-e, miután leestem a vérbe. Micsoda? Mi volt ez a hangpászbék? Megint ez a mélypalás lófasz, aha. Nagyon minden szart kiraktam minden, bazd meg, de hülye vagy Zoltán?
Tufa. Tufáról mindig az ezért eszembe, Mucsi. Mi a gyász? Anya fölmászott. Na, azt mondja, hogy valahogy le kéne mászni. Hát, közjáték, nem sokat segítesz. Jó, már csak ezek hiányoztak ide, bazd még. Bazd meg, hát főbászik! Főbászik! Az a genyó nem éghet meg? Na, csak megégeti magát az a fasz. Úristen, hát itt élmény lesz fölmenni. Kivilágítom. Teljesen igazad van, Manson bácsi. Na ez mi a gyász? Itt a vas, bassz, meg ez a vas. Jóó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 
Hát ez nem fog ezzel kijönni, mi? Legalább már tudom, hogy néz ki a vas. Ott is van. Csak van itt ilyen varázsló lófasz is. Jaj! Hiányos, névénk hiányzóid, mint szar az asztalra. Azért mondtam az előbb egyébként, Van Storm, hogy nagyon sokan befutottak ezzel. Láncinges, bazd meg! Láncing in the moonlight. Ez nem az.
Mi az Zoltán? Na látod? Valakinek bejön az élet. Meghaltam. A kis genyó. Szia Alex, jó estét kívánok. Nem. Csak Twitch-en voltam. Twitch-en voltam, de az az igazság, hogy megmondom őszintén, hogy ebből videót szerettem volna csinálni, csak aztán végül mégse az lett belőle. Mert igazából én szeretnék egy ilyen jó kis shaderes Minecraftot játszani. Tehát én úgy felfedezni a játékot, hogy nem úgy néz ki, mintha felhányták volna a falra. Milyen PC-n van? $12,700, 32 giga DDR5, 40-70, szuper. Így hirtelen. Tudom, Zoltán. Úgyhogy... nem felejtettem el a YouTube-ot, csak igazából, hát ugye egy pár videó felkerült egyébként, szóval azért azzal próbálkozgattam. Ott haltam meg, oké. Taka! Ezek a zöld csillámló lószarok, ezek minden jók nekem semmire? Amiket kapok a hullákból. Pusztuljatok már innen! Hát bazd meg! Create. Nem tudom, mi a különbség a Create meg a sima között, amúgy megmondom őszintén. Az anyád! Vagyis hát, családbarát, stream, srácok. Srácok. Szóval a részfán fütyülő rézangyalát. Ez teljesen sima, ez a Bedrock tulajdonképpen annyi a különbség, hogy nem is a jávás, hanem a Windows-os. Ha lehet ezt így mondani. Semmi mód nincs rajta. Nem mérgez meg az a tudsz, csak hamarabb leszel tőle éhes. Már kiokosítottak a srácok. Jó, szétrepültem, gyerekek. Mint ha ráléptem volna egy aknára. Egy
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Nekem kell az a... Hát kéne vas. Mennyi vas van nálam? 12. Ez mi egyik? Hegyes cseppkő. Igen. Úristen, el fogok tévedni, bazd meg. Na, visszamászok. Nem is tudom, hányan foglalkoznak még Minecraft-on egyébként azok, akik azzal futottak be. Ez az, hogy jókor kell lenni, jó helyen, aztán cső. Így készítő asztal szerintem az meg rohadtul nem jó semmire. Vasörög. Lánc. Ha holnap is korán kell kelni, bassz meg. Csepelen az eső, lefolyik az arcomon. Most hogy van nálam ilyen, most már nem lesz olyan. Na, akkor kéne egy kis fa. Ó, bazd meg! Már csak ti hiányoztatok ide. Nem, hogy aludtam volna egyet, baszki. Félek, hogy elkapja a pöcsömet valami morgonc. Kovács asztal, ez kell nekem? Már mindegy.
Kovács sablon hozzáadása. Bazd meg. Akkor ezt meg nem lehet valahol? Esetleg, vagy találni valami ládába, ilyesmi. Mérlegnyomó lap. Vödör. Azban meg jó lenne vizet tenni, azt hiszem, és akkor azzal leöntjük a lávát, abból lesz az obszidián. A vaskard. Jó lenne egy. De nem lesz elég. Metszőolló. Ásó. Hop hop hop! Ak! Fújja, bazd meg! Halló, Krisz! Csárépa. Hát én már régóta nézegettem, hogy esetleg tolni kéne a Minecraftot. Aha, persze. A német, várjál, magyarul beszélj, vagy angolul? English, please. Azt mondja, hogy... Még egy kart kijön. Jaj, de jó, már akkor az jöhet ide a kart. Hát ez meg akkor... Eltűnik ez innen vajon? De izét, a holnap szerintem tolom tovább a Forbidden Westet, mert kurva jó. Térképész asztal, de ez meg. Végén. Hát csak egy pár nap jelent meg. Ó, magyarba vagy már, jó van, Rózi. Helyes, helyes. Akkor most már felgyorsultak az események, hál' Istennek. Igen, azért nehéz szerintem egyébként nehéz letenni, mert amúgy jobb, mint az első. De a mászástól rosszul vagyok. Igen, igen. Ez csak húsikát ad? Adhatta volna bőrt is. Leadott. Ezt az én gépem erősebb, ugye? Figyelj meg, a leve, Peti, szerintem az a probléma ilyen szempontból, én azért nem vagyok ilyen, se a gurunak nem, a guru az aztán egy hagyjuk a faszomba. PC guru az minden játékát izével teszteli. Konzolon. Röhely. Mert szaladgálnak ilyen izékkel, ilyen izé 1060-akkal a teszter újságírók úgymond. Kell még a bőr is, meg a mindenféle lóhere. Hogy itt vannak ezek a dögök. De azért a vaskardom szépen elkopik, mi a rajtuk, bakker. Kösz szépen. Ja, hát, hú, Zoltán úr, hát akkor kurva sok minden van. 12 órát játszottam, azt még csak a nyugatra épp, hogy kikerültem ugye a tiltott nyugatra. Azt annyi. Jönnek a kérdőjelek, azokat nyomom. 7. 7. Fehér gyapjú. Fehér gyapjú, tiszta rasszista ez a játék, bazd meg. Pofám leszakad. De neked a sima 3080 van, nem, Peti? Na, aha. Jó, van akkor jó, hogy ide tettem a fákját. Kohókat csináltam, meg a tekercseseket, meg most a többit.
Jó, ugye ló. Szegény. De hiába adod oda nekik, hogyha nem tudják mivel meghajtani, bassz meg. És házat is vettél másikat? Búza. Török búzát neki! Ja, gondolom anyád miatt. Ne tégyenek a hitéből, hogy a kisfia vesz megint egy számítógép házat 20 év után, mi a fasz? Volt egy srác a streamemen, Zoltán, és azt mondta, hogy 1000 órája van már a játékban a PS5-ön, és még mindig nincs meg az összes fegyver. Neki. Na. Kajak, nem éged ki a fém. Akkor szenezünk. Szalma bála. Ott a kenyér. Új, de kenyér! Bőrlópáncél, nem, nem, az magamnak ő. Hopp, oda nézza. Én sem Zoltán, tehát nekem is ilyen, néztem, mondom, mi a fasz, tényleg, ez komoly? Pff. És tényleg. Valaki tényleg belőtt ennyit. Yes, please. Yes, please. Dinnye mag. Kovakő. Ó, oh, bassz meg a kovakövet, azt nem lehet gyártani valahogy. Ja. Oké, okay, meddig jó az nekünk. I will not give up. Oké. Okay. Very good, very good. Ti látjátok a restreamben azt, hogy mit írnak a YouTube-on egyébként?
Vagy már megint szar. Pajzs. Ő egy batya. Díj, az ige. És hogy pajzsozok? Szia Gameplay Minecraft. Nem, nem vagyok magyar. Ez a Google fordító. Ja, köszi. Jaj, köszi anyukám, hát igen, ez akkor nem jó. A pajzs az magától működik? Vagy ez hogy van az? Taka. Ah, oh, thank you, cheers mate. Azt hittem, hogy angol vagy. Ah, oh, de cuki! Na, az fasza. Ha leshiftelsz. Várjál, nekem a shift a izé a futásom. Vezérlési tippek. Úgy érzed? Úgy érzed? Á, még azért... Még rendben vagyunk szerintem. Adj Isten! A picsába! Jaj! Az igen! Emlékszem, hogy ez Minecraft. De nem, semmit nem csinál. Nem maga elé kéne tartani, nem kéne itt valami, nincs itt valami zéje. Valami piros volt itt a rubin, ez vagy mi a gyík ez? Gyémánt! Vagyis gyémánt.
befrendelte lette és befrendez. Mi? Há? Én magyar vagyok, nem turista. Nagy víz! You need to battery to revive. Oh. De miért kéne hozzáadnom téged barátnak? Nem ismerlek. Csak azokat adom hozzá barátaistámra, akiket ismerek. Akik a barátai. Felrobban az ágy. Na szóval találtam vörös kőport, ami a faszom tudja mire lesz. Jó, majd megnézem. Én is akarok kijönni. Hát gyere ki! Honnan akarsz kijönni? Taka! Ó, de nevér, baszd meg! Hát én nem erre gondoltam. Mik ezek a zöld pötyik? Fog törni a kardom, és nem találtam fébet. Jaj, picik! Pont az amudánt sírja tele a streamet, aki már 3600-1500 millió dollárt megkeresett azzal, hogy a Twitch engedte. Hagyjuk Mani bolykát, gyerekek. Én nem tudom, mit rinyál egyébként, mire gerjeszti még. Jó, mondjuk nyilván erről is lehet beszélni, meg sajnáltatja magát, mert akkor biztos, hogy ebből is be tud hozni egy kis pénzt magának, hát akkor is. De már hova? Tehát ez már milyen féle harácsolás, bazd meg?
Gosszínű legközelebb intézem, ígérem. Én nem tudom igazából, Zoli. Tehát én olyan ember vagyok, akinek, hogyha megvan az a pénze, ami... Hát most hogy mondjam neked? Én nem akarok én multimilliárdos lenni. Opa! És ő meg már az, tehát ő röhögve el van mondjuk tényleg most már élete végéig. Ha most leteszi az egészet és nem csinál semmit, akkor is már rég termelődik a pénz neki. Csak egy kicsit jobban értek a Minecrafthoz, mint te, nem csúnyából. Értem. Én egy picit jobban értek a helyesíráshoz, mint te, de nem csúnyából. Elem kerete. Vörös kő fákja. Csontliszt. Kékfesték. Nyálka gömb. Nem tudom, lehet van neki saját benzinkútja meg ilyenek, tehát ő neki rendes vállalkozásai vannak már, ő erre fölépítette. Amúgy Zoli, figyelj most, ha a Twitchen nem folyik be neki az az X összeg, aminek a nagy részét a Twitch amúgy is lenyeli, akkor ott nyomja az OnlyFans, aztán abban is biztos, hogy az hiszem, hogy legjobb, nem is a legjobb, hogy mondjam, legtöbb feliratkozóval rendelkező ott is. Azért mondom, hogy... Mert ugye most ugye az a legújabb Twitch irányelv, irányelvről beszélünk természetesen, mert védi magát a Twitch, mint a kurva élet, és annak az a lényege, hogy... Most már nem lehet intim testrészekre fókuszálva tartani a streamet, tehát ugye mikor a zöld hátteres Fortnite seg ment a múlt héten, vagy két hete, ugye akkor elég sokan kiakadtak rajta, hogy ez most már hova fajul, és akkor erre hoztak egy ilyen döntést. Csak ugye most már azt csinálják, hogy kettő vagy három kamerával veszik fel magukat, ezek a lányok, és akkor az egyiken van a seggük, a másikon a mellük, a harmadikon az arcuk. Gameplay Minecraft most már fejezd be, légy szíves, mert megtalál a gonosz néni, aztán valakba rúg. És annak nem lesz jó vége. Hidd el nekem. Tőle még én is félek. Ezt nem lehet megsütni. Ez se. Szemet se. Lazuritot se. A gyémántot meg pládedébb. Csontliszt. Célpont, adagoló, dugattyú, ragacsos dugattyú. Édes drága jó istenem. Na jó van, most már. Azt mondja, hogy...
ebből hátha. Hátha lesz ebből valami. Két csaj teljesen messze, és fekete háttér volt a melléknél, de az alsó testük már látszott. Igen, de olyan is volt egyébként, akik kiderült, hogy amúgy föl vannak öltözve. Ugye? Na, gyémánt lábszárvédő, gyémánt kard, hát ahhoz azért több kéne. Hú, kéne még egy hozzá. Ehhez meg kettő kéne, hogy gyémánt csákányom legyen. Igazából a vascsákány is egy nagy dolog szerintem. A vas kard kéne nekem, amihez kéne még egy fém, bár. Mert csak egy van. Ebben mennyi van? Van itt fémem? Hát már mély lenne. Ott a bőrből van öt. Mire jó ez a nyálka gömb, amúgy ezt tudjuk? Ó, itt vannak ezek az achievementjeim. Nyers arany. Mi az aranyat tett be? Süsbánk ki az aranyat! Nekem nyúz. Aranycsákány. Jó van, ó, abból tudok csinálni egyet, plusz két támadás, és plusz négy. Várjam, az aranynál jobb a vascsákány. Aranyásó. Az ige. Hát tudjátok, hogy van. Aranyásó, az meg. Aha, és akkor ezt kéne betenni a térképhez. Ó, értem, az iránytű is feloldódik így. Hello! Akkor viszont csinálunk horgászbotot. Mert van itt nekem ajándékom. Bocsánat. Erre kell csali? Kötelező jelleggel? Vagy ez amúgy is? Hopp! Köszi, köszi! Jézusom, hogy működik ez a horgászat? Hopp, ott a haluci! Akkor nem olyan, mint a szárgyúba. És ha jól emlékszem, akkor ebben lehet izét is csinálni, tehát értékes cuccot is lehet ám. Na nézzük. Ó. Hát ezt sokárba lehetne csinálni. Ez ennyire rosszabb az arany, mint a vas. Mindenre. Ez tényleg létezik? Ó, bazd meg taka! Most a vas nem jó, vagy az arany nem jó? Most mi nem jó?
De akkor, hát akkor is csinálok magamnak ruhát, legalábbis izét, cipőt, vagy ilyesmit, az arra jó lesz az arany most. Ne, mennyi nem fit ma! Ha nagyon jó ez a szett. A fele bőr, fele arany. Ez igen. Hát, megmondom őszintén, hogy amúgy szerintem, hát untuk a Powerbird-ot. Tehát itt az volt a... Nagyon sokan megunták szerintem amúgy a gémet. Meg nem úgy jött a content. Hát most majd azért azt mindenféleképpen visszateszem az Enshrouded-ot, mert ahhoz jött egy új nagy frissítés, az első nagy frissítés jött hozzá, úgyhogy mindenféleképpen szeretnék majd ránézni. Hát egy idő után mindegyik. Ugye majd az Ark jön vissza nálam, az biztos. Egyébként, ugye jön a Scorchedurf majd elméletileg vasárnap, aztán majd meglátjuk, hogy mikor érkezik. Sűrt lazac. Gömbhalat nem lehet kisütni. Répa horgászboton, ez mire nem jó, vagy mire jó ez, mi a tök ez? Mire jó ez? Bassz meg! Nem, hát az arkot mindenféleképpen fogjuk tolni. Azért azt végig toltuk. Az Islandet, az elsőt. Arany sisakot kaptam. Ne bazd már meg. Tényleg? Fújok egyet. De ne, ő már meg. Kéne még vas, meg gyémántból lakába, 2, 3, 4, 5, 6.
Ez a zene. Hány díjat besöpört ez a játék, bakker? Hogy ingyen lesz akció. Már hogy mire gondolsz? Ja. Jó, hát azért az Asénél, vagy igen, az Asénél is azért promózták ugye az Asát, és akkor volt ingyenes. Ó, már megint ez a szar van. Hát most a No Man's Sky-nak van egy új frissítése egyébként. Őrhajót már lehet modolni benne, meg összerakni, szétszedni állítólag, úgyhogy... Valahogy nekem az a kezdő felület amúgy nem igazán. Itt az alja a pályának. Itt sem volt így vas. Azért találtam 3 darab vasat az egész 2 óra alatt. Vicces.
Itt a cimborád, Gonci néni. Itt kéne ugye visszamásznom. Á, de őszi szünet van, vagy mi a jó isten, vagy tavaszi, vagy nyári, vagy milyen szünet van. Jaj, itt lett a kardom! Lancing in the moonlight. Kaptam egy láncingét, bassz még! Az igen! Bas! És jött ki belőle semmi. És mennyi vas van nálam? 4. Hát abból legalább tudok csinálni magamnak egy csákányt. Ezek meg világítanak. Na, itt a fitba. Hoppá! Vasat keresek. Ez is eltűnt, bassz még! Most miért akarod magad kitiltatni? Jó gyerek, mondd már meg nekem, mire jó az neked? Itt is van vas. Robbasd már ki, gyere! Hát pász meg, ezt kellett volna kirobbantanod a gyász. Mindegy. Igen, csak nincs nálam fákja, kedves Zoltán, az is tényleg ágyú! Mert elfogyott a fákám. Ő vagytok. Ez rész volt? Rész az ég felé.
Igen, igen. A büdös... Azt mondja, nem frendelsz be. Ha nem tanulsz meg magyarul, nem is fognak befrendelni sose. Én ilyen moldori nyelven nem foglalkozok az emberekkel. Amúgy tudod, hogy van ez belül tombolok. Nagyon nem. Olyan fáradt vagyok amúgy, hogy nem is hiszed el. Úristen, na, hát anyukám reggel én kiadtam magamból mindent, olyan mérges voltam. Üvöltöztem. Néztek rám is, néztek rám a játszótérön, mi a fasz van. Mikor ezért a pályát mértem kifele. Ezt meg, de nem lesz hozzá semmi, mire ki tudnám ezt. Ó, faszom. Ebbe kéne valami ajándék, amivel be lehet gyújtani, majd még. Na nem baj, visszamegyünk. Úgyhogy, hát ez durva volt, az holnap reggel még mehetek vissza. Bocsánat, szóval holnap reggel mehetek még vissza. Megteltünk. Megint este van, pam pam pam. Jaj. Kicsit fázik a fejem. Letoltam a nagy loboncot. De már a szemembe lógott, ugye? Mi volt nálam, ami? Áó, pap... Ja, iránytűhöz kéne ez a vörös kőporja. Várjál, nem úgy van az. Óra. Hát mindjárt besírok. Hopp, várjál már. Aranyrúd, óra. Azt mondja, hogy... Baszki, négy... Oh, nekem meg van három. Éj! Erre nem adsz ki semmit, jackpotot, vagy bármit. Na jó van, most már meguntam. Viszlát, bátya. Hát jó, kapott 30 percet. Mert hát az ira.
Úgy. Ott a vaskard. Az kell. Nem csak az kell. Hanem ez is. Hú, miből csinálok ládát? Aha, tölgyfa deszka. Hú. Aha. Majd izé... Ez egészen viszemél. A aranybalta jó. Ha lenne. Ú, kösz! Itt is le lehetne jönni. Előbb vágjunk fát, mert amúgy is kell. Ó, de szén is kéne. Ú, kellemes ez az izé. Aranybalta, azt kell mondjam. Ja, értem, három fánál már eltörik. Mindent értek. A szén, azt kivesszük, pillanat. Oké. De nem tehetem föl, szóval várjál már. Ó. Hát most mit mondjak erre? Bot is van még, jó. Itt a fákja. 20 darab, az fasza. Szeretnék mindenféleképpen találnom kéne egyébként. Vörös kő fákja. Ha, az igen. Gyémánt blokk. És kéne egy láda. Igen.
maradjon az így. Szia, Dede! Call of Duty-zok. Csak ez a 8 bites verziója. És te mit csinálsz? Mr. Krisztus. Szia Zsebi. 1000 meg egy év, jó, akkor megoldódott az életed. Az kajak így kell kiírni, hogy Mr. Krisz 199 barátnője? Ez most büszkeség, vagy taka mindenkinek? Jaj, értem. De hát ez azt jelenti, hogy akkor nem bízol az uradban, nem? De nekem mindig fel volt fordulva az életed, amióta ismerlek. Víz, víz! Próbáld ki a szűrést. Milyen szűrést? De én most nem azt keresek egyébként, amire te gondolsz. De miért följebb is megyek egy kicsit szerintem. Babát vársz, és a Mikitől vársz babát? Reméljük. Mit keresek? Hát, kovakövet szeretnék keresni, meg vasat majdan. Egyszer csak. Szenet. Szenet szenért. Bazd meg, itt is itt a víz, keci. Elfújt a víz. Egy bászpek, azt hittem, hogy itt már nem lesz annyi víz. Az rendben van, csak kellene találni is, ha már találtam az előbb. Érted?
Annyi. Ajha. Csak úgy megástam már, oké. Azt mondták nekem a srácok egyébként, hogy a részből viszont nem igazán lehet semmit csinálni. De miért? Miért van megcsinálva a játék, hogy tök fölösleges legyen? Nem az érdekelne, hogy ezt miért gondolták így, hogy ez felesleges lesz? Vagy legyen az? Más haszna nincs. Ez fura egyébként nekem amúgy, mert egy csomó mindenre, meg ugye a többi cuccot lehet használni, érted? Az igen. 135 darabból kiesik egy. És mikor jön az 1.21? Nem. A Bedrock. Nem mondod, beszarok.
Mi a nevem, már hol mi a nevem a játékban? Ja, ugye nem kezdette is az, hogy akkor fölveszel ismerősnek, már hadd vegyél fel ismerősnek, Léci. Léci, ne csináld ezt! Na bazd meg. De nekem van elég ismerősöm. Meg én nem veszek fel mindenkit, érted? Tehát ezt meg kell érteni. Inkább azt mondjátok meg, hogy melyik shadert érdemes használni, hogyha valaki szépen akarja látni a játékot, nem valami okádékként. Mert arra még senki nem válaszolt. Semmelyiket. De én nem akarok mindig egy 8 biten játszani, bakker. Na hát ez az. Mondjuk nekem mondom kínai a jávást tudsz, de várjál már. Tehát ugye lehet most már a Microsoft Store-ból indítani ugye azért. Vagyis hülye vagy az a Store-ból, hanem ugye a kliensből lehet indítani a jávásat is. De az akkor is azért 150 ezer ingyen mod van hozzá. Az meg mennyi részlet itt. Mi ez a duma nálatok, ez a befrendelni? Öreg vagyok, baszeg. Ez azt jelenti. Ja de, jó. Gyere, Póki! Hát de van annyi Minecraft support meg Discord, mint a rossz sem. Nem merem fogadni. Vas lábszárvédő. Vaskard az még nem. Hát akkor azt nem, azt hagyjuk. Szóval én csak azt nem értem, hogy ez miért van ez. Szia Hiperkarma, jó estét kívánok. Már Levi már eszem megmagyarázta ezt, hogy miért akarnak annyira játszani. Hát ezt olcsón megúsztam. Szerintem. Hát, hogy miért akarnak miért nem keresnek az emberek maguknak játszótársat? Nekem nem is azzal van a bajom, hogy az jó, oké. Főleg úgy egyébként szerintem, hogy
jávás is meg tudja enni a gépet, mint a szar. Hát azért egy Discordra csak fel tudsz menni, de ott nem igazán vannak korlátozott lehetőségek. Minecraftos Discord, a Facebook, szerintem a Facebook tele van vele. A Facebook csoportok biztos vannak. Mire jó az a gömbhal? Mi a gyík ez? Nem rossz. A Discordot meg a 10 plusz. Jó, az úgy, egyelőre. Szóval mire jó a gömbhal? Hát akkor legyen Discordod, az ilyen egyszerű. Megint találtunk valamit. Varázskönyv. Ezzel sincs ebben a hiperkarma egyébként, tehát hogyha van rá igény, akkor simán csinálok egy szervert egyébként, mert miért ne? De... Sokszor egyébként, sőt ez egyébként vannak olyan streamerek, akik ugye hát elvégezhetik a piszkos munkát. Ja, értem. És ezt a könyvet hogy használjuk fel? Hát a kovács asztalon már megdöglött. Várja, hogy is van ez? Persze, még azt is, még azt üzi 650 féle ülőn vagyok, bazd meg. Hiperkarban nem mondd, hogy nem így van. Mert itt vagyok. Nekem az is megvan. Vasblokk. Hát akkor ez itt marad addig. Ezt meg jó lenne javítani. Oh.
C4. Ez az, amire gondolok? Mi az Isten ez? Igen, azért csinálom. Hangblokk. Ja, nekem kéne egy, még egy csákány. Sose lehet tudni alapon. Megromlanak a kaják? Igen, és a vasblokkhoz meg kell 6000 fém. Ahogy láttam. De most miért akarod, hogy kikerülj innen a körből? Miért akarsz kikerülni innen? Mondd meg nekem. De az volt a vizes rész, aha. Uh-oh. Oh, bazd meg, az jó. Adj is te. Oké, okay, egy. A kurva. Na jó, van, ez még taka van.
Ó, de tudtam, hogy ez ide utána milyen baj. Mi a fasz? Ugye ez lövöldözős, jó van. Szövőszék. Tudom, nagyon jó. Ez is hílel. Tört rólam a páncél, bazd meg. Az beesett ez a fasz. Reméljük. Jó napot! Egy fák elég ide, nem? Jó, gyíbat! Kavam. Na, pász meg ezt a sódért. Vagy mi a gyász ez? Cédula.
A gyémánt sárkányom van azzal, meg izét tudok csinálni. És hát azzal nagyobb esély van arra, hogy essen valami... Hát most hülyeséget mondok valami. A kőből még valami extra. És hát a blokkból. A map vége, hogy mi a szar ez? Na ne bár. Téklamag. Mindig vágytam a téklamagra, gyerekek. Nem az Gonci bácsi! És ezek a zöld pötyik mire jók? Az a pát faszát, bocsánat. Na, az összes ijász megjelent a környéket. Hanglemez. Vödör. Vas lópáncél, ezt is találtam. Nyerget is. Taka! És ez a Minecraft Create, ez micsoda? Erről tudunk valamit? Minecraft Create. Valami izé, valami... Valami új... Mod ez? Vagy nem is tudom mi ez? Pályaszerkesztő? Ez ami a gyíkom az. Aha, csont, liszt, kőkard, vaskard, kovácsasztal. Egy ilyen NES Plus módot én el tudnék fogadni ebbe a játékba egyébként. Azt kell mondjam. Bocsánat. Hát ez a bedrockos gonosz úr. Nem is a jávás, ugye? Nem, mert annak idén ezt vettem meg. Nem akartam a jávással izélni, szütyögni.
ez annak idején jól nézett ki a jáváshoz képest, mikor megjelent. Nagyon is. Fehér gyapjú. Akácfa ajtó. Jézus ereje. A kenyeret az azért... Hát... Azt most már ez is lassan zárkózik fel egyébként szerintem. Bár elég lassan az tény. Hú, belőle az maradhat. Aha. Gyémánt ásó. Gyémánt kard... Gondolom nyilván izére kéne pazarolni a gyémántot. Pazarolni. Most megmondták a fiúk, hogy a téllancser nem is jó nagyon. Mert ugye izé lenne jó a Minecraft launcheren belül használni a Java Edition-t, és akkor ugyanúgy lehet azt is modolni elvileg, ilyen millió, 600 millió moddal lehet szétmodolni, ha jól tudom. Mindjárt vége a csákányomnak. Van még egy mondjuk. Ugye Bedrock mellett most már ott van a Java Edition is. Ki lehet választani, vagy ezt, vagy azt. Már el elmentem. Minecraft Launcher. És... Jézusom, van ebben magyar? Van 6000 nyelv, de az launcherben nincsen magyar. Angolban van új-zélandi. Angolban van vagy 5 féle, bazd meg. Spanyolból van 10 féle. Magyarból egy se. Mi van? Nincs. Vicc. Ja, és itt a Forge. Ah, oké, play. Várjál csak. Oh, bazd meg, tessék. Unable to prepare assets for download. Á, kurva. Várjál.
Aha, és akkor itt vannak a... Várjátok, mindjárt megnézem. Ugye van sima Java Edition, de azt is ebből a Minecraft launcherből indítod el. De az, hogy Video Settings és beállítom, hogy full screen, basszik full screenbe menni. Hát ez ilyen. Nekem. De én úgy emlékeztem, hogy a sima jávás, ami tényleg az a nagyon gatya. Nézd meg, option. Szevasz neki, mit látnak? Itt van gonosz bácsi, igen, meg gonosz néni is. Tényleg itt a magyar. Teljes képernyő, és ott van, bassz meg. Hát én ezt a Minecrafton már rágódtam egy ideje. Kéne játszani vele. Csak jó lenne, ha jól néz neki. Gyönyörű grafika. Istenem. Ja, oké, megnézem majd. Na. Hát igen, azt szeretném elérni egyébként, hogy nézzen ki jó majd, vagy modokkal is. És ez mennyire ette neked a gépet egyébként? Hiperkarma úr. Mert az így gyerekek, ez erős. Akárhogy nézem. Egész erős. Ne itt harcoljatok gyerekek egymással. Véka. Hopp, ezt szépen betaláltam, hogy Gonci bácsi. Az RTX a kardon. Hát igen. Na jó van, srácok, én viszont megyek, holnap kelni kell reggel. Én... Úgy, ahogy. Elég sok szar a nyakam bőlött mostanában, úgyhogy... Abból próbálok majd tulajdonképpen valaki kászálódni, de szerintem ebből csak májusban fogok, amikor a költözés megesik.
Sőt, véglegesítve szerintem június közepe vége. Talán az, amikor úgy már minden lenyugszik, talán. Talán. Ugye májusban költözöm, aztán már meglátjuk, hogy alakul. Úgyhogy az már az eleve elég sok. Hát várom tulajdonképpen, hogy pozitív hatása legyen. Úgyhogy, ja. Holnap találkozunk, gyerekek. Hát remélem, hogy a vizes bácsi az hamar el fog menni. Meg előtte ugye hitelesítik a pályát, úgyhogy tessék drukkolni, hogy semmi gondjuk ne legyen az MLS-éknek. Ja. Úgyhogy tényleg nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, gyerekek. Holnap pedig majd értekezünk. Valamikor a délelőtti órákban. Valószínűleg igen. Szevasztok, srácok. Jó éjszakát mindenkinek. Hello, hello.